következik. A Suzuki Varro jóvoltából megkaptunk egy érdekes módon nem Suzuki-t, hanem Mitsubishi-t, ugyanis egy Mitsubishi kereskedés is. Hát ez a legújabb Eclipse Cross. Amiről azt kell tudni, hogy a nevének semmi köze a hagyományok szerinti Eclipse-hez, tehát nyilván nem egy sportautóval van dolgunk, mint látjátok, hanem egy SUV-val, ami igencsak csinosra sikeredett, azt gondolom. Én valamiért az ASX-el méregettem, de ez nem biztos, hogy jó ötlet, mert azért nem egészen egy kategória, ez azért egy komolyabb autó annál jóval. Bár árban mondjuk nem annyira sok különbség van köztük, mint annó az ASX és a mostani Eclipse Cross között van. Mindenképp ugye ez egy frissebb történet, mint az ASX, azt már jó régóta nyomják. Hát ami érdekesség benne, az a japános krómosság szerintem, én azt gondolom, hogy ez most nagy divat a japánoknál. Vannak akiknek tetszik, van akinek nem. Én alapvetően úgy vagyok vele, hogyha nem viszik túlzásba, akkor ez nem biztos, hogy rossz. Ezen például tetszik ez a króm díszlás, illetve ezek a benyúlások itt adnak neki egy elég komoly, agresszív megjelenést. Illetve hát direkt láthatjátok, hogy egy kicsit ilyen áróba álltunk vele, bőven lehet, tehát ez egy nagyon-nagyon jó hasmagasságú kis SUV, baromi nagy kerekek vannak rajta, szép alufelni. Ami érdekes még szerintem, ez az a hátsó levezetés ezzel a lámpával, ez szerintem ez egy baromi sportos megjelenést ad neki, és ami a különlegesség az az, hogy kettő darab üvegünk van itt hátul, ami valahogy a tükörbe belenézve nagyon érdekes hatást kelt. Nem vakítja el a mögöttünk jövő autó a szemünket, a tükörbe, mert valamiért ez a sáv pont kitakarja azt a részt, ami zavaró lenne, viszont ettől baromi jól kilátni. Tehát ez nem lenne üveg, csak ez, akkor nagyon-nagyon rossz lenne a hátsó kilátás. Ez tényleg ad egy pluszt az egész beltérnek, hogy belenézel a tükörbe és meg van osztva így az üveg. Azt közben mutatom a csomagteret is. Ugye ami érdekessége, hogy mindössze egy motorral lehet ezt az autót kapni, ez egy 1.5-ös turbós változat. Hát elég szépet megy, én az 1.4-es Vitara turbóval hasonlítom kicsit össze úgy fejben, mert azt többször vezettem. Nagyjából úgy megy, mint az 1.4 turbó Vitara egyébként. Nyilván aki a Vitaránál egy kicsit komolyabb, de mégis japán autót akar, ez az autó nekik szól. Majd látni fogjátok a belteret, hogy olyan apró részletmegoldások vannak, amit nyilván a Suzuki-ban nem, illetve az anyaghasználat is azért minőségibb, mint mondjuk a Suzuki-nál. Természetszerűleg ez az árazásban is azért meglátszik, erről is fogunk beszélni. És ez a keresztmerevítő, ez azért tényleg hatékony, tehát kanyar, oldalstabilitásban ez a keresztmerevítő, ez elég sokat dobog végezetten. Elég határozott kanyarvételi sebességet lehet vele emiatt elérni. Ez tök jó, hogy beletették, hiszen van neki hely, más gyártók ezt másodolják, hogy ezt inkább sehogy nem kisporolják. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Hát van túl sok mindent erről a motorról mondani nem lehet, a turbós japán motorokról sok tapasztalat nincs, viszont nagyon-nagyon bizakodóak lehetünk, mert a külföldi példákat, tehát a belpiacos japán példákat, ha nézzük, akkor ott nagyon-nagyon jók a japán turbó tapasztalatok, ellentétben a német TSI és egyéb rémes történetes sztorikkal. Úgyhogy baromi nehéz a motorgéptető egyébként, tehát van benne anyagkőkemények. Egyébként önkéntelen, mivel én egy Vitarával járok, hasonlítgatom vele, hasonló súlya van, tehát mondja a Suzuki-ra egy papír autó, nem mondanám, pont ugyanez értem annál is, vagy baromira nem mondanám. A felszerelés
felszereltségről említenék néhány szót. Amit tudni kell, hogy ötféle felszereltséggel lehet kapni ezt az autót. Az a felszereltség, amit megkaptunk tesztelésre, az úgynevezett intense felszereltség, ami a külsőt tekintve, ugye amit mutattunk az elején, ez a króm ezüstdíszítésű ütőrácsot, a behajtható külső tükröket, az ezüstdíszítésű oldalsó küszöb és spoilereket tartalmazza, míg beltért tekintve ez a head-up display, ami nagyon komoly, ahogy kinyílik, ezt is már mutattuk, ez is benne van ebben a felszereltségben, már fűtött a kormányunk, és fűtött az első szélvédőnk, ami szerintem tök komoly, szabad szemmel szinte egyáltalán nem látni a fűtőszálakat, de azért, ha jobban megnézzük, akkor látszódnak. Tehát benne van, ez nagyon praktikus. 8 darab parkolószenzorunk van, nagyon magas minőségűek az ülések, ezt majd meg fogjuk mutatni. A hátsó első kartámaszunk is van, illetve króm nyitók vannak benne, itt ugye a belső kilincsek krómok. Igen, talán itt a varráson mutasd meg, Tomi, hogy ezek itt nagyon minőségi dolgok. Na most ennek a felszereltsége az ára, ez 8 millió forint. Azt tudni kell, hogy aki ezt az autót megveszi, mi azt gondoljuk, hogy ez a felszereltség az, aminél érezni fogja azt, hogy nem egy vitarát vesz, tehát egy kicsit magasabb minőségű presztízsű autót kapott, ugyanis ezek a head-up display-től kezdve, amiket az előbb elmondtam, mind külső, mind belsőre, ezek azok a dolgok, amik egy kicsit kiemelik a hétköznapi autók közül ezt a kocsit, és tényleg felszereltségét tekintve ezt a 8 millió forintos felszereltséget érdemes választani. Elő van itt kettő USB-be menetünk, hát minden, ami a mai autókban megtalálható, az nyilván lekezeli a rendszer, Bluetooth-os, szokásos telefonos történeteket, de nagyon nem akarunk belemenni. Két zónás a klíma, ami még érdekes lehet. Nyilván van ez az ekomódunk, amit majd ki fogunk próbálni, hogy ez mit jelent menet közben. Nyilván a trendeknek megfelelően érintőképernyős, viszont ami érdekesség és ami plusz a hagyományos érintőképernyős rendszerekhez képest, hogy alulra került egy ilyen úgynevezett ilyen trackpad-es megoldás, ami azért izgalmas, mert ez itt így érzetre eléggé elő van. Tehát azt képzeljétek el, hogy ez a kartávolság, ez valahogy olyan kényelmetlen lenne így nyomkodni, viszont itt a kézifékkar mellett ez itt tök jól jön, hogy ilyen joystick-szerűen, ilyen trackpad-szerűen lehet vele majomkodni, úgymond. Tehát nyomok egy homót, itt gyakorlatilag csúsztathatom jobbra-balra, amelyik irányba csúsztatom, nyilván arra meg, illetve hogyha valamire rá akarok menni, akkor azt mondom neki, hogy egyszer lenyomom az egész trackpadet így, ahogy van. Mindent tudok variálni vele, tehát gyakorlatilag innen az infotainmentet tudom vezérelni. Az anyaghasználatokon nagyon látszik, hogy tényleg igényes, tehát ez is itt puha fönt, műanyag hatású egy kicsit, de puha, ez bőr, ez ugye ahogy kell szövet, ez is ilyen hirtelen akartam mondani, tudom. Karbon mintázatú a könyöklőnek ez a része is. Ez itt a szokásos japános történet, nekem nincs vele bajom. Egy kicsit igényesebbek lettek a gombok is, mint mondjuk a Vitara esetében. Látszik, hogy egy kicsit lekerekítették. Jó érzésű, tehát érezni rajta azt, hogy ez 2-3 év múlva sem fog elkezdeni kopni, de talán 8-10 év múlva sem. Ami érdekesség, hogy innen lehet állítani a menüt, tehát a vezérlő menüt, de ez valószínűleg az ajtókat be kell csukni. Illetve ugye van hagyományos tempomatunk, innen vezéreljük a hangerőt, a rádiót, az audio rendszert, illetve a telefonrendszert. Nekem ami furcsa, a kormány nagyon tetszik, jó a markolata. Ami most nagyon nagy divat, és az új Swiftbe is a japánok ezt alkalmazták, hogy ugye beraknak egy ilyen műanyag betétet, ami nekem fogásra nem annyira tetszik. Nyilvánvalóan azért, mert zongoralak, tehát itt is használtak rengeteg zongoralakot, ez borzasztóan gyűjti a port, ahogy mint ismerjük, meg az új lenyomatokat. Nekem ez annyira nem tetszik itt ez a betét, ha ez a kormány egy sima bőr lenne végig, szerintem a kevesebb több lett volna, de ez csak az én beütésem talán. Összességében vezetni nagyon minőségi, mindjárt meg fogjuk mutatni. A futómű az első stabilizátor miatt szerintem nagyon-nagyon jó, tehát nagyon jók a kanyarvételi sebességek, nagyon stabil az autó, és ez az 1.5-ös turbomotor, ez nagyon jót megy. Tehát alsó tartományokban is kiugróan
20. A Volvo tesztünkben mondtam, hogy ugye az 1.6-os turbos Volvónál nem éreztem azt a bizonyos kiugró turbó hatást. Itt abszolút megvan, tehát rövid, tehát alacsony fordulatszámtartományokban is nagyon jól ugrik már az autó. A tartós fogyasztási tesztekről nem tudunk beszámolni, nem tudom, hogy a fogyasztásban ez mit jelent, de egy biztos, hogy baromi élvezetes és dinamikus a vezetése. Szerintem menjünk vele. Hát vezetni nagyon-nagyon kulturált, normális tempóban is, viszont ez az 1.5-ös turbós motor, de azt kell tudni, hogy 163 lóerős, és a Tomia jól emlékszünk, ahol 240 250, bocsánat. Hát hogy mondjam, a gázreakciója nagyon-nagyon élénk, tehát odapöccintünk neki tényleg, és már indul meg, ahogy kell. A kanyarvételi sebességek nagyon jók az első merevítő miatt, vagy hát igazából nem tudom, ha nem lenne benne, milyen lenne a különbség, de én azt gondolom biztosan, hogy köze van hozzá. Nagyon-nagyon meg lehet vele indulni tényleg. A legalsó tartományok, hát ilyen 2000-től már úgymond ugrik, ahogy kell. És nem kell többig nyomnunk a gázt, tehát elég csak tényleg nagyon, nagyon finoman, szolidan. Én ahogy mondjuk az 1.6-os szívó autómat vezetem, ha ezt ugyanúgy vezetem, akkor azt veszem észre, hogy az utasok bólogatnak így, mint a kutya. Mert folyamatosan tartaniuk kell a fejüket. Ez az autó valahogy ugrik, tehát ebben érzem azt, hogy ott az a turbó, még az S60-as Volvo-nál ezt nem éreztem, valahogy úgy éreztem, mint egy szívó motor lett volna. A váltó az hát japánosan precíz. Nekem az a bajom vele, hogy egy kicsit olyan magas, tehát hogyha ez egy fele ekkora rúd lenne, és ugyanez a precizitása meg lenne a váltónak, nekem én jobban ki lennék vele békülte. Ezt az ASX-től örökölhette, mert az ASX-ben volt még kétszer ekkora váltó, ami nagyon röhelyesen nézett ki. Nekem nagyon tetszik ez a dupla üvegű hátsó dolog, tehát hogyha Tomi megmutatott, hogy hátul mit látok most én a tükörbe, de szerintem tök jó. Tehát ez tényleg ad egy pluszt az egész beltérnek, hogy belenézel a tükörbe, és megvan osztva így az üveg. Ez szerintem baromi jó. Elől ilyen tágasnak tűnik, nagyon elnyújtott a műszerfal. Szerintem tök minőségi az egész. Tehát most mindig a japánokat ezzel illetik, hogy nem elég minőségiek az autók. Én azt gondolom, hogy 8 millió forintért ez az autó kellően minőségi. Most, ami nyilván nem egy kategória ezzel, az ugye a Ford Edge volt, amit nem olyan régen vezettünk, az nyilvánvalóan egy sokkal komolyabb kategória, meg más, de most ezek az anyaghasználatok ott se voltak annyival jobbak, mint amennyivel többbe kerülnek. Igen, Tomi, érzed, mi ugyan nehezen tartod a stabilizátorral a kamerát, igen, mert pedig tényleg jó, nem nyomom van. Neki, az a vicc az egész baj, tényleg nem nyomom neki, mert városban vagyunk, és nem is tehetném nagyon. Egyszerűen olyan szinten dinamikus érzet vezetni egy szívó motorhoz képest, hogy elmondani nem tudom. Mondom, az 1.4-es turbós Vitarához tudom hasonlítani, ott volt az az érzésem, hogy ez egy tök más karakterisztika, tehát tényleg meg kell szokni, mert egyszerűen szinte neki ugrik az ember egy elindulásnál az előtte menőnek. Meg kell szokni, tehát nagyon észre. Nagyon-nagyon komoly határok vannak, amit hát jó érzés vele feszegetni, de tényleg azért kordában kell tartani és vigyázni kell vele. A klímánk nagyon jó hűt, ugye két zónás. Én egy kicsit feszesnek érzem a futóművet, semmiképp nem mondanám túl komfortosnak. Pattog, tehát ezeken az utakon, amit az ülői úton megszokhattunk, a külső részén, ezen azért igencsak ugye elpattog az autó. Hát nem erre lett tervezve, az úgy érződik, viszont cserébe baromi jó a kanyar stabilitás tényleg, és hát mondom, autópálya viszonylatban most nem tudjuk tesztelni, de aztán biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon feszes. To hold on.
a három ló, ez nagyon-nagyon elegyenlődött a balkaszniba. Az önsúlyt majd megnézzük, hogy mennyi, most a fejből nem tudom, hogy mennyi az önsúlya, de a japánokhoz értem nem tudné, hogy túl lenne súlyozva az autó. Kús nélkül indításon látom? Így van, kús nélkül indításon, természetesen mondom, ebben a felszereltségben nem nagyon fogsz olyan dolgot találni, ami nincs benne. Igen, és a turbó miatt, ahol kell az alsó tartományba, ott nagyon jól ugrik, viszont a nagy köpcenti, aránylag nagy köpcenti miatt, viszont a felső tartományokban is tartja szépen azt az érzést, amit kell. Tehát, hogyha előzni kell, akkor 5-6 ezerig, mert szépen hozza, amit kell. Még egy dízel ott már ugye elfárad, és nem győz kormolni szegény. Hú, most a dízelesektől biztos kapom majd a fikát, bocs. De hát, ami tény, az tény. Smoke and charm. Nekem nagyon tetszik ez az autó, igazság szerint nagyon túl sok rosszat nem tudok róla mondani. Az, hogy árérték arányban ezt a 8 millió forintot mire lehet még elkölteni, az egy jó kérdés, de azt tudni kell, hogy én ha vennék turbós autót, már pedig nem nagyon tudok már nem turbós autót venni, most hogy az 1.6 szívó vitarát is ugye befejezték, csak japán turbós autót mernék venni, ez az én véleményem. És ez nagyon jónak néz ki, ez az 1.5-ös turbo 163 lóerő. Ezt én most itt próbálgattam egy ideig, és nekem nagyon bejön a karakterisztikája. Megpróbálom ezt az Eco módot. Próbálom, hogy beraktam egy úgynevezett Eco módba, és megnézem, hogy majd érzek-e valami különbséget így. Nem igazán. Nem reagál lassabban a gáz, vagy? Hihetetlen, hogy a gázreakcióban semmi különbséget nem érzek. Megpróbálom körül. Lehetőség előni, de nem nagyon érzek különbséget, tehát talán annyi, hogy amikor lepadlózom, akkor azért gondolkodik egy kicsit jobban. Most annyit éreztem az előtt, de ha csak kicsit nyomom meg a gázt, akkor a gázreakció ugyanolyan élén, de ha lepadlózom, akkor azért kicsit jobban gondolkodik. Valószínű ezt az Eco módot ebben lehet magyarázni, de nem vagyunk szakértők ebbe az Eco módba. Rendőrön átmenés. Igen, japán feszes. Tehát ez azért nem francia gyerekek, de nem is azt várjuk tőle. Viszont nem fogsz ér túllani sem. Amiről még érdemes szót ejtenünk, az az, hogy nyilván ülésfűtés alatt, illetve az audio rendszer az nagyon prémium. Nekem nagyon bejön, ahogy szól. Ugye ülésfűtésünk van, azt mondtam, az audio rendszer az nagyon minőségi, kifejezetten prémium, semmi high-tech neve nincs, ahogy el szokták nevezni ezeket divatból. A japánokra ez nem jellemző, ezt a motort se hype-olták túl, pedig marha jó ez a motor, ami ebben az autóban van szerintem. A zene az sincs túl hype-olva, egyszerűen csak tökéletes, ahogy kell, jók a mély hangok, ütős, szépen cicereg a magas, hát ahogy kell. Ez az, amikor nem érdekes, hogy hány hangszóró van egy autóban, és nem kell tudnod, de tudod azt, hogy elég. És ez egy rádió, tehát most... A hátsó traktusról annyit érdemes megjegyezni, hogy elől ugye nyilvánvalóan szokás szerint rendkívül kényelmesen el lehet férni, a hátsó traktusra baj szokott venni. Megmutattam, hogy egy eléggé hátsó tolt állapotban mennyire félek el, én a 188 cm-mel. Igen, itt látszik is, ahogy koppant a fejem, ezt szokni kell, azt tudja, ez itt eléggé le van csapva, de a jó hír az az, hogy fölfelé elég jól kimagasították, hogy úgy mondjam, a tetőt. Tehát ez itt baromi jól néz ki, ugye ez a lecsapás, ezt az elején említettem, ez, és ez itt visszaköszön sajnos, hogy ez itt eléggé lent van.
Viszont ha beülsz, ha már túl vagy a beülési veszélyeken, nevezetesen nem vágtad be a fejedet, mint én az előbb, akkor már jó. Tehát itt már kényelmes a fejtér. Tehát legalább egy 6 centis fejtér. Tehát legalább egy ilyen 5-6 centis azért fejterünk van, ha már beültünk. Ez itt mondom lehetne azért egy kicsit baráti, de hát nyilván ez a menő forma miatt lett olyan, amilyen. Itt azért kicsit be kell húzni a nyakad, mikor beülsz. De egyébként élhető teljesen. Ha már bent vagyunk, akkor nagyon-nagyon komfortos az egész. Tehát erre se tudunk mondani túl sok rosszat. Nagyon jók a kárti minőségek, tényleg olyan szellőző anyag. Hátul is azért ez is bőr, szövet, ez is karbonhatású, tehát úgy alapvetően rendben van az egész. Tehát azért érezni, hogy hát azért csak 8 millió forint ez a felszereltség, de azért ezen érezni is ezt. Igen, hátsó ülésfűtések is. Láptél? Hát a láptér az totál hátratolt ülés van most, ugye Tomi? Totál. Igen, tehát ez a teljesen hátratolt. Én 188 magas vagyok, totál hátratolva nyilván ütközik a lábam. Hát ennyi, ennek ennyi a tengelytávja, de ez a kategóriában szerintem tök jó. Van hátsó ülésütésünk, 12 voltos csatlakozónk, hátul is. Hát kellemes. Hát ezzel zárnánk nagyjából ennyi, amit a Mitsubishi Eclipse Crossról el tudunk mondani. A neve mondom annyiban cseng vissza a régi sportautókhoz képest, hogy van benne egy keresztabilizátor a motortérben. Feszes a futómű, jó összefoglalva, ezzel a 8 millió forintos felszereltséggel ezzel olyan hatást kelt, amin érezni fogod azt, hogy egy 8 milliós autót vettél. Az ennél kisebb felszereltségeken nem biztos. Tehát, hogyha ez az autó tetszik formára, ezek a különleges részletek, mint hátul az osztott hátsó szélvédő, például baromi érdekes részlet, ez nem mindennapi az autókban, akkor érdemes ezt választani. Engem megvett összességében. Ha japánt akartok és olyan turbót, amiben azért lehet bízni, akkor érdemes ezt az 1.5-ös turbót választani, mert ezzel a 163 lóerővel nagyon-nagyon dinamikus. Hát ennyit tudtunk mondani. Köszönjük a Suzuki Varrónak még egyszer, hogy lehetőségünk volt tesztelni, de még legközelebb is jöhetünk ezzel a lehetőséggel. Sziasztok! Like you were all